Az előző részben kipróbáltuk az invertált módját a Crash 4-nek, nagyon érdekes volt, és már várom, hogy majd visszatérjünk az invertált pályákra. Viszont folytassuk már a történetet, hiszen mindannyian várjuk a magyar feliratos végigjátszást, vágjunk bele! Sziasztok, én Peti vagyok, és üdvözlök itt mindenkit egy vadonatúj Crash 4 végigjátszás részben. Te is vártad már a folytatást, akkor egy lájkot dobhatsz, és mindennapi videókért feliratkozhat. Mindennapi Crash videókért. Crash. Szóval itt oldottuk fel az Embryo Fighton az invertált módot, azzal pedig visszamentem a játék elejére, de most folytatódik ez a zene is már, hogy itt vagyok ezen a pályán, off beat. Érdekes moszkító mars néhány nappal ezelőtt, de itt valami ballonok, meg a város, itt valami nagy karnevál lesz. Nagyon várom, hogy menjek ezen a karneválos. Figyeld, hogy néz ez ki? És az a skin, a Crash skin, az is van karneválos. Hú! Na lássuk akkor milyen zenés móka, vagy mi lesz itt. Ó, már Crash is! Azaz! Let's go! Ez jó, jó. Tehát ott nincsen vált vezető, semmi, csak az aligátorok vannak itt. Ó, azt hittem valami lesz. Ó, zene. Aha. Oké, ez nagyon egyedi. Ó, ezek a poszterek, nézzük meg a posztereket. Valami easter egg van itt ezen a... Hoppá, az ott micsoda? Ez itt dingó akar lenni, vagy az mi a dingó akar ott nekem... Itt mi a poszter? Az a pinstripe bal szélen. Wanted reward. Az ott pinstripe, ott bal oldal. Ez itt Wumpa Juice. Mi újság van itt? Jó van, jó. Dalolászunk akkor, csak ne hagyjunk itt dobozokat. Tényleg hány doboz? 215! Húha emberek! 215 doboz, na hajrá! Oh, Spyro! Ho, itt a dobozok. Ne olyan hevesen. Spyro Balloon! Milyen karnevál van itt. Jó, hát itt látom, hogy nagyon durván toljátok ezt. Oh, a Pura Balloon? Hát már egyből mennyi easter egg van itt? Spyro is, meg az király. Oké. A lángok is színesek. Hát ez nagyon király. Úgy gyorsan! Jó. Hát ez király. Ezek a blokkok. Na mi van? Mérges vagy? Vagy mi történt veled? Hát ugorjak csak ide. Jó. Aktiválom ezt. Gyere le, kérlek, hadd menjek föl. Felviszel? Vagy mérges vagy nagyon? Jó, nem történik úgy kb. Semmi. Új. Jó, majdnem ráugortam. Fölfelé. Küldi az ütemet, jó, hát küldje felőlem, de nekem ne nagyon küldjön semmit. A flashback tape, vegyük fel, jó, megvan. Ott fent egy nitrós van, úgyhogy mondjuk azt el kellene pörögni, vagy csak egyszer oda. Na, egyszer oda, aztán le. Jó, ez meg volt. Fú, a zene háttérbe, ez a negyedi pálya, és akkor ebben a dimenzióban csak ez az egy ilyen? Mert azután meg ott a dingós mocsár. Nem már, hogy az egész játékban egy ilyen pálya lesz. Ez meg itt mi a fejekkel? Hát ez komoly nagyon, ez nagyon komoly. Na várjál, őket el tudom így, jó, ellököm. Őt is el, mondom, őt is így ellököm. Aztán erre ugorjunk rá. Arrébb jövök, hát ez jó. Ez nagyon egyedi ez a pálya. Nagyon tetszik. Itt mi van? Ó, ágyúraság, hop, be a kobakra figyelj! Hát ez nagyon, ez elképesztő ez a pálya. És akkor nekem, várjál, ide jövök. Beugrok. Ott van Crash a kobakja. És akkor én most... Wow! Jó. Túlélte. Checkpoint. Aztán menjünk csak. Ez akkor itt amúgy meg akar sebezni? Vagy mit csinál amúgy? Hogyha rajta maradok, szerintem az sebez. Itt van megint. Ott meg fake Crash! Mi van? Milyen ballonok vannak itt? Na jó. Mehetünk. Lökjél oda. Szépen, fake, na mi van veled? Jó, checkpoint ide, megint ide, húha, na várjunk. Ajaj. A zenét csináltuk. Trombitán, hát ez komoly nagyon, hát ez a pálya. Jó, de remélem lesz még ebből, nem igaz, hogy ez az egy pálya van csak. Ó, na kit akarsz te megijeszteni, menjél csak onnan. Wow, itt is jön egy. Hú, na várjál, itt egymás után felváltva jönnek, talán mehetsz innen. Jó, na te veled mi újság? Jó, te most ott vagy lent. Ho! Na, boci tarkát, boci tarka. Annyit el lehetne játszani, na itt ezt az akumaszkot innen felveszem. Megvárom, mikor trombitál egyet. Jó, jövök ide tovább. Gyerünk, mert... Aj, ez fel fog robbanni. Jó, de őt is robbantotta, nekem megmaradt az akumaszk. Itt dobolunk. Úgy bizony. Hát ez nagyon jó ez a pálya. Őt el lehet, nem lehet őt el pörögni.
Hiába próbáltam. Na várjál, egy trombita, utána jövök ide. Jövök erre, oda, föl. Engedj, áh, a maszk. Kár érte. Erre ugorjunk fel, innen pedig oda, hogy tudok én odáig? Na várjál, várjál, várjál. Azt mondja, hogy azt elpörgöm. Ja, azok lentebb esnek. Jó. Lentebb estek. TNT-t aktiváljuk. Egy trombita szó, utána megyünk. Trombita. Áj, nem jó, nem jó. Már egy kicsit kell, csak egy kicsit. Jó, itt végig. Ah, de nem kell végig aktiválni, mert ez úgyis robbantja az egészet. Ide-vissza. Jó. Ezt amúgy el lehet pörögni, vagy? Hát nem úgy tűnik. Fú, hát ez komoly volt. Ez komoly volt, de még nincs vége. A bónusz és utána lali-lali. Hát ez nagyon jó ez a pálya. Elképesztő. 18 doboz csak. Fú, de annál nehezebb. Nézzük, azt mondja, hogy itt is van a maszk. Ott pattogózik kicsit, át lehet váltani, hogy a másik pattogózzon. Meg vannak olyan keretes dobozok, hogy azokhoz majd vissza kell térni. Na várjál, jövök erre. Ahogy innen én felugrok, utána át kell váltanom. Jó. Ott a platform... Ó, ne! Hogy minek? Ellenőrizni akartam, mi történik, ha váltok, de ez nem volt jó ötlet. Ugorjunk ide, így. Aztán innen úgy kell, hogy ide beugrok, ez végig pattogózik. Oké, okay, ez szuper volt. Ott pedig, na várjál, innen szerintem én el tudok csúszni, meg ugrani idáig. Így. Erre felülre. Ezen át tudok a dob miatt. És bekapcsolom a TNT-st. De ott van a másik is. Vagy hogy kellene ez? Melyik? Mert ott van kettő darab felkiáltójeles van. Ezt aktiválom, az mi? Ja, az néhányat, a másik meg megint néhányat. Na várjál, de itt akkor most alatta kell itt átugorni? Tyú, vagy inkább felülre? Inkább felülre szerint. Ugorjunk egyből a TNT-sről ide fel. Aztán ugorjunk erre le. Innen pedig ide. Hadd robbantsa fel azt. De nekem vissza kell így is úgy is menni. Hát de... innen akkor úgy kell, hogy szerintem csak alatta tudok átugorni. Úgyhogy ez úgy fog menni, hogy azt mondja, hogy most ott lent. Így, erre vissza. De akkor meg az nem vagy aktiválódva van? Ja, az aktiválódva marad, csak a fázis miatt úgy felkiáltó jelesnek látszik, de már az aktiválva van. Itt akkor ezeket összetöröm. Azt a négy doboz. Tényleg 18 doboz, de azokat nem egyszerű megszerezni. Ezt beláthatjuk. Várjunk, várjunk. Itt átváltok arra. És eljutok idáig, innen ide. És ott lesznek még a kettő között. Azt mondja, hogy így. Ez átváltom közben, hogy arra ugorjak rá. Erre ráugrok. Innen erre és vissza. Innen erre. Innen erre. Ez az egyből törik. Igen, itt aktiválom ezt a kettőt, vagy hát összetöröm és aktiválom a TNT-t, ide felugrok, 16, meg lesz a 18. Már csak egy baj van ebbe az egész bónuszba. Habár nem, innen a dobról át tudok ugorni, mert ez a nehéz, ez a szakasz, itt ez a itt a felkiáltó jeles vasok, azok nehezen teljesíthetőik, én úgy gondolom, hogy ott lent vagyunk. De vissza a távolabbiról visszaugorni, az nem egyszerű, én úgy gondolom, de így a dobról király. Fú, ez jó volt, már ez a bónusz milyen király volt, és még nincs vége, hiszen Lani Loli újra segít nekünk, velünk ott felül nincsen, ezeket összetöröm, az a nitrós maradhat. Lássuk, hogy vannak itt a dobozok. Ezt törjük össze, ez is egy sima, erre ráugrok, így, utána erre a felsőre, fent vagyok. Ez a kettő, meg az ellenfelek oda... Opa, ott van a... Hát nem túl rejtett, de ott a drága kő. Csak ha leesnek azok a deszkák, akkor vagyok bajba. Ezt próbáljuk meg úgy, hogy egyből elugrok érte. Válthatok, hogy melyik látszódjon. Odaugrok meg vissza, szerintem az lesz a célszerű. Na akkor te menjél oda. Így, így, vissza. De mi? Áj, ez nem ér! Ez nem... Először elküldöm mondjuk őt. Aztán visszajövök, így, de már a drága kölye az megvan, csak most így meghaltam egyszer, semmi baj. Ő akkor hadd legyen ott, ugrok erre, utána erre a platformra, itt van még három doboz,
és akkor utána meg kilőhet. De merre lő, oda küld a másikhoz, igaz? Jó, 3, 2, 1, puf, várjál, de, ja, ez is jó, mert innen megyünk oda, azt mondja, hogy fúha, várjál, ide a checkpointot aktiválom, mert itt először szerintem ezt a tűzeset, jó. Á, minek ugrok? Jó, megvan a másik drága kölye, a bumpás, de meg... Jó, ezzel megvagyunk, jöhet a kilövés. Na gyerünk, merre megyünk tovább, itt teljesen jobbra. Hú, 3, 2, 1, ágyú! És újabb Lani Loli, lássuk, azt mondja ott az ellenfeleket. Őket ki lehet kapcsolni, az jó dolog. Ott is ki lehet egyet, ott van egy akumaszk, meg egy sima. Aktiváljuk így őket. A dobozok azok maradnak, de az ellenfelek... Erről lehet pattogni? Erről nem lehet. Az ellenfelek tűnnek el. Ott szerintem... tehát a nitrós, amikor felrobban, felrobban az is, ami ott van. Úgyhogy az nem túl nagy gond. Viszont ami nagy gond lehet, az ez. Így. Innen ide felülre. És innen meg itt oldalt le. Jó. A nitrós az fel fogja robbantani, ugye amiatt én nem aggódom. Ezzel jövünk. Na itt felül lesz egy, nem? Nem úgy szokott lenni? Hát úgy szokott, de hogy úgy lesz-e, az egy jó kérdés. Na, várjál már, engedjél csak... De nézd meg, hogy pont akkor ugrok mindig. Pont akkor ugrok, mind... Na jó. Ott fent nem hallottam semmit. Itt felváltva lehet az ellenfeleket. Na akkor... ugorjunk neki, átváltjuk. Megint átváltjuk. Ha, ez komoly nagyon. Ez nagyon komoly, ahogy átugrok, megint váltom. A relikvia, mindig a relikvia jut eszembe, hogy ezt gyorsan kell csinálni. Akkor mi lesz, ha oda itt nem lehet ide fel. Ott mi van ott, banán vagy bumpa, vagy mi van ott fenn egy kosárba? Na jó, nem az a lényeg. Checkpoint. És indulunk tovább. Merre lősz? Fel oda a tetőre. Hadd nézzem csak. Ja tényleg át keresztül. Ho! Na jó van. Most kell... Állj lefelé! Vissza föl! Le. Aztán újra föl. Újra föl. Megint föl. És kaptam Lani Lolit. Hogy kell ezt jöjjek ide felülre? Kiváltom? Nem! De állj már! Hogy jó, checkpoint. Tehát nem erre kell menni, hanem itt erre. Jó. Hú, hát ez aztán hosszú pálya. Igaz, hogy... Úgy tűnik ebből csak ez az egy van, de ez nagyon... még egyszer! De még ott jönnek, figyeld, és ott dalaláznak nekem. Jó, oda lent, aztán fönt, megint fönt, ott a nitróssal vigyázzunk, föl megint le, nitrós, húha, már itt lent, fönt, ugrás, a nitrós maradhat lent, úgy de, ajjaj, figyeld, nagyon... Ott van egy fel... Állj! Mi? Most azt felvette? Mintha... Tú, és így van még a pályának, ez a pálya elképesztő. Hát meghaltam még plusz egyszer, és akkor az nem lett meg. De egyébként ez is tökéletes lett volna. Hát ez egy kiváló pálya. Remélem, hogy még van ebből a stílusból, mert jöhet, nagyon jöhet. De ha nem, akkor ez egy biztosan nagyon kiemelkedő ez a pálya. Csak a zene, a vizuális hatások, az ellenfelek, az össz... És akkor innen folytatódik tovább, már látszik, hogy Dingo ott van. Na hát, fogunk még Dingóval is találkozni, itt a mellett látható lejátszási listára kantincsatok, és amint kész lesz az epizód, feltöltöm és frissítem azt a lejátszási listát, de a korábbi részek is benne vannak, ha kimaradt valamelyik rész, akkor nézzétek meg, mert ez a játék egy kiváló játék. Találkozunk legközelebb.